Visszatérő vendégünk dr. Juhász Csaba állatorvos, aki egyébként olyan tanácsokkal fog ellátni minket, hogy mivel ne etessük a kutyát karácsonykor, hisz rengeteg maradék szokott lenni, odadobjuk a csirkecsontot, pulykacsontot, és lehet, hogy ezzel ártunk a kutyának. Jó reggelt, doktor úr! Jó reggelt kívánok! Mi az, amit ne csináljunk? Hát ne gondoljuk azt, hogy a kutya az ember, és ne próbáljuk azokkal az ételekkel, azokkal az ízekkel traktálni, ami nekünk ízlik. Neki tudomásul kell venni, hogy más az emésztőcsatornája. Az ember az a disznóhoz hasonlóan mindenevő, a kutya az húsevő, macska még inkább húsevő, ez látszik az emésztő traktusnak a hosszán, illetve azon, hogy neki egészen más az igénye a táplálkozás szempontjából. Ha elkényeztetett kutyát, macskát hajlamosak vagyunk a saját ízlésünknek megfelelően etetni, és ez sajnos káros. Sokszor még akár halálos kimenetelő is lehet. Mi az, amit ne hagyjunk? Csontokat adhatunk a kutyának, vagy nem? A csontot adhatunk a kutyának, hogyha nem falánkon eszi meg, hogyha azt elrágja. Akár csirkecsontot is? A csirkecsonttal is az a kritériuma, az én kutyám például simán megeszi a csirkecsontot, mert úgy elrágja a porrá, hogy nem lesz semmi baja tőle. De még falánkon eszi meg, ott előfordulhat, hogy a szilánk megakad valahol. Ami még fontosabb, a csirke vagy pulykanyak, ezeknek a csontoknak a mérete pont akkora, hogy el tud akadni akár a nyelőcsőbe is a mellkasi szakaszon, és akkor az bizony műtétre kerül sor. Mi a helyzet a csokoládéval? A csokoládé nem kutyának való, az embernek se nagy mennyiségben, de a minél jobb minőségű, minél feketébb csokoládé, annál több a teobromin benne, és ez bizony a kutyára akár idegrendszeri tünetek is lehetnek. Ebből azért komoly mennyiséget kell etetni, de az is látszik, hogy ez nem neki való kisebb mennyiségbe se, még akkor is, hogyha nem mutat tüneteket. Tehát ugye az én kutyám is, az előző labradorom az evett csokoládét, mert a szomszéd állandóan adott neki, hiába próbáltam fékezni, de kis mennyiségtől baja nem lesz neki. A nagyobb mennyiségnél viszont, főleg a fekete csokoládéknál ott lehet látni ezeket a tüneteket. Sokan tudják nyilván, hogy akkor a csokoládét ne, de azt viszont kevesen, hogy a cukormentes édességek is ugyanolyan ártalmasak. A cukormentes édességek, a xillit az, amelyik ártalmas. Kutyánál a xillit mérgezés az elég gyakran előfordul. Egy nagyobb mennyiségű sütemény elfogyasztása, attól függ, mennyi xillit van benne, ez mennyiségfüggő. A kutyának a vércukra az leesik olyannyira, hogy behipózik és bekomál. Érdekes módon az ember és a macska az nem. Másképp működik nekik a hasnyálmirigy enzimük, ami felismeri a cukrot, és ezt a xillit becsapja a kutya szervezetét, hogy a xillit mérgezett kutyával gyakran lehet találkozni karácsony után. Sokat hallunk olyat, hogy mondjuk leesik a sütő az asztalról, az legyen a kutya. Én nem tudom, hogy nálatok van ilyen. Sajnos igen. Igen, és a kutya rárabolt, tehát rögtön látja, hogy... Porszívunk, igen. Kisebb mennyiségektől nem lesznek klinikai tünetek, ez ténykérdés. De mivel nagyobb mennyiségeknél lehet látni, akár a csokoládéval, akár a xilittel kapcsolatban, hogy mérgező, ezért kisebb mennyiségben is terheli a szervezetet, ez azt jelenti, hogy a máj funkciót terheli, vagy akár károsítja is, ezért ezeket kerülni kell. Tehát az a javaslatom, a kutyának adjunk a kutyának való élelmiszert, lehetőleg valami jó minőségűt, ha lehet valami funkcionális, szuper prémium tápot, válasszunk egy olyat, amivel neki kedveskedni tudunk, és kedveskedjünk magunknak a süteménnyel. Mik ennek a tünetei? Tehát mikor kezdjünk el gyanakodni vagy aggódni? Hát ha már tünetek vannak, az elég nagy baj. Egy xilitmérgezés... Hulladozik a kutya, gyanakodhatunk, hogy valami történt. Vannak már remeg, akár tudatvesztéses, enyhébb tudatvesztéses állapot is van. Ez azért, ehhez nagyobb mennyiségre van szükség, de sajnos előfordul. Ha jól értettem, akkor mondjuk a kutyák ők sérülékenyebbek, mint a macskák ebből a szempontból, mert itt beszéltük, hogy a macskáknál valamiért másképpen szívódik fel a szilit, a kutyáknál pedig káros lehet. A macskáknak van valami, ami abszolút tiltott listán van? Hát a macskáknál a probléma az, hogy játszanak a díszekkel, a játékokkal, és a macska az képes lenyelni hosszú olyan díszítőszalagot például, amivel ilyenkor gyakran csomagolunk. Előtte játszunk vele, utána előtte hagyjuk. A lamettáról beszélek például, az ilyen kis vékony szálakról. Ez lineáris idegen test, ez fölfűzi a vékony belet, ez egy súlyos műtét, és ez a bélfalat károsíthatja. Úgyhogy vigyázni kell ezekkel a díszítő dolgokkal, amiket játékosan ugyan mi is játszunk vele, a macska is, de utána akár káros lehet, mert lenyeli. Sajnos ilyenkor több olyan veszélyforrás leselkedik rájuk, mint a normál hétköznapokban, akár fölmászik a karácsonyfára és ledönti, Igen. Akár valamelyik díszt megrákcsálja, a cukorról, szaloncukorról és a xilittel édesített bármiről, szintén ez a véleményem. Kutya az legyen kutya, macska macska, macska, és ember meg ember. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és állt a tanácsokkal.